Obi, ötletek és tanácsok, laminált padló lerakása. Először induljon bevásárlókörútra az Obi áruházba. Szükség lesz párazáró fóliára és lépészajcsillapításra, amelyek kombinált termékekként is kaphatók. Ezen kívül ragasztószalagra, elegendő ékre, szegélylécekre és az új laminált padlóra. A mennyiség kiszámításakor 10%-ot adjon hozzá a szoba alapterületéhez. A projekthez a következők szükségesek. Ceruza és mérőszalag, kör vagy dekopírfűrész, kalapács, behúzóvas és ütőfa, gérvágó doboz, finom fűrész és derékszög sablon, adott esetben faenyv és Forstner fúró. Egy laminált vágó jelentősen megkönnyíti a munkavégzést. Esztrich padlók és melegvizes padlófűtés esetén párazáró fóliával akadályozza meg a padló nedvesedését. A fólia rétegek legalább 20 cm-en fedjék egymást, és ragasztószalaggal rögzítse őket az illesztéseknél. A falaknál körülbelül 10 cm magasra húzza a fóliát. Következő lépésként helyezze a párazáró fóliára a lépészajcsillapítást. A laminált padlók csomagjait aklimatizálás céljából 2 napig tárolja felbontás nélkül a szobában. A laminált padló lerakását a szoba bal hátsó sarkában kezdje. A gyártmánytól függően vágja le a laminált padló első sorának hornyait, illetve eresztékeit. Legjobb, ha ehhez kör vagy dekopírfűrészt használ. Az egyes paneleket a belső fénnyel párhuzamosan, úgynevezett vader rendezéssel fektesse le. Ez természetesebb hatást kelt. Az eltolás legalább 40 cm legyen, a falak vagy másik helyiségek mellett 10-15 mm-es hézagot alakítson ki. Több panel homlokoldali összepattintásával helyezze le az első sort. A homlok és a hosszanti oldalon helyezzen el ékeket. Végül mérje ki az utolsó darabot, vágja méretre és helyezze be. A maradékot az új sor kezdő darabjaként használja. Így folytassa az utolsó sorig. Állapítsa meg a szélességet, vágja megfelelő méretre a paneleket és fektesse le a laminált padlót. A záró daraboknál a behúzóvas használata nyújthat segítséget. Az ajtótokoknál és fűtéscsöveknél bonyolult lehet a helyzet. Rajzolja fel a csövek futását a panelre. Megfelelő Forstner fúróval alakítsa ki a lyukakat. Ezekből a lyukakból kiindulva dekopírfűrésszel vágja le a kis darabot, és a panel lehelyezése után enyver rögzítse a csövek mögé. Fa ajtótokok esetében nem jelent gondot a kialakítás az ajtó körül. Megfelelő mértékben rövidítse le az ajtótokokat, például merülőfűrés segítségével. A laminált padló szorosan illeszkedjen az ajtókeret alá. Ha viszont fémből készült az ajtótok, akkor rajzolja fel a panelre annak alakját, dekopírfűrésszel vágja méretre a darabot, és parketta fugázó masszával illessze a helyére. A párazáró fólia kilógó részét szikével vágja le. Végezetül helyezze a falakra a szegélyléceket. Ezek különböző mintázatokkal kaphatók és elfedik a dilatációs hézagokat és a laminált padló vágott éleit. A más padló burkolatokhoz való átmenetek padlóváltó profil alatt tüntethetők el. Most már elhelyezheti a bútorokat és élvezheti a szoba teljesen megújult atmoszféráját.